114, 115, 116. 117 perc. A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai 117 perc című műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Ruzsa Viktor vagyok. Kellemes szerda délutánt kívánok önöknek, a hangmérnök Petik András kollégám nevében is. Nézzük, hogy mivel várjuk ma önöket. Nem sokára velünk lesz a hét embere, Gazda István tudománytörténész, akivel arról beszélgetünk, hogy 1974 után a felvidéki fizika kutatásával kezdett el foglalkozni. Aztán beszélünk arról, hogy egyre több szennyező anyag van a ruhákba, illetve a ruhákat árusító, forgalmazó különböző üzletekben. A Greenpeace vegyi anyag szakértője lesz majd ebben segítségünkre. Aztán itt lesz velünk Szélpál Tamás, akivel az Öt Próba Rióba eseménysorozat szombati záró rendezvényéről beszélgetünk. Aztán, ami még eszünkbe jut, érdekességek, aktualitások, programajánlók és egy megemlékezés, mert hogy tegnap távozott el közülünk az egyik zenész legenda, Somló Tamás, akinek dalait hallhatják majd itt a Civil Rádióban, és egy reggeli műsorból kivágott ismétlést fogunk majd újra meghallgatni, amikor is Bornai Tibor emlékezett zenész barátjára, társára. Mindenek előtt következik Berényi Attila és a Civil Rádió legfrissebb hírei. Hírek következnek itt, a Civil Rádióban. Újabb uniós segítség a tejágazatnak. Ma van a bálványosi nyári szabad egyetem nyitónapja. Észak-Korea tovább fenyegetőzik, változóan felhős, de nyári idő van. Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok a Civil Rádió híreivel. Fél milliárd eurós a tejválság kezelésére szánt tervet jelentett be az Európai Bizottság. Az intézkedési tervvel Brüsszel a tejpiacon kialakult válságot kívánja kezelni. Az 500 millió eurós csomag nagyobb részét, mint egy 350 millió eurót a nemzeti borítékok teszik ki, itt a tagállamok a tervek szerint meglehetősen nagy szabadságot kapnának a támogatások elköltésében. Ennek keretében szóba jöhet az élő állat alapján számított támogatás, az extenzív termelésre adható dotáció és számos egyéb eszköz. A pontos részletekről később döntenek majd. A csomag ezen részéből Magyarország mintegy 3 milliárd forinttal részesül. A fő cél ebben a körben a gazdák pénzügyi gondjainak enyhítése lenne. Most kezdődnek az erdélyi Tusnádfürdőn a 27. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor szakmai közéleti programjai. A rendezvényen szombaton Orbán Viktor is felszólal. A hét folyamán számos magyarországi és erdélyi politikust, köztük a Kárpát-medencei magyar pártok vezetőit várják a Romániában rendezett táborba, ahol több koncertet is tartanak, írja az MTI. Súlyos hiba lenne az exit, vagyis Ausztria távozása az Európai Unióból, de vannak rendkívüli helyzetek, amikor népszavazásra kell bocsátani az uniós tagság kérdését, például ha Törökországot felveszik az Unióba, mondta Norbert Hofer, az Osztrák Szabadságpárt államfőjelöltje egy német lapinterjúban. A beszélgetés egy hosszabb a Bild Online kiadásában megjelent változatában arra a kérdésre, hogy Angela Merkel német kancellárhoz vagy Orbán Viktorhoz áll-e közelebb politikailag, az FPÖ államfőjelöltje azt mondta, hogy a német kancellár jó politikát csinál, de egyfajta sziget volt politikájában az a kijelentése, hogy Németország megbirkózik a menekült hullámmal. A magyar kormányfő pedig nagyon keményen fellép országa érdekeiért, de ő a nemzeti érdeket valamivel lágyabban, barátságosabban akarja képviselni. Egy Dél-Korea elleni lehetséges nukleáris csapást szimulált Észak-Korea a kedden fellőtt három ballisztikus rakéta tesztjével, közölte Észak-Korea.
A gyakorlatot személyesen Kim Jong-un rendelte el, sőt végig felügyelte is azt. A szimulált nukleáris csapás célpontjai a Dél-Koreában található amerikai katonai bázisok, illetve az amerikai haderőt befogadó kikötők, jelentette a koreai központi hírügynökség. A teszttel, a nukleáris töltettel ellátható rakéták működési tulajdonságait vizsgálták, áll a közleményben. Végül az időjárásról: hol napos, hol meg kissé felhős az ég, ennek ellenére kevés az esély az esőre, és a szél is gyenge marad. A fővárosban most 27 fok körüli értékeket mérhet, míg holnap hajnalig 15 fokig hűl a levegő, a csütörtöki maximum pedig 28 fok körül alakul. Budapesten lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Lánchídon Budára. A 13. kerületben a Mohács utcában a Szabolcs utca és a Vágány utca között útszűkületre kell számítani közmű felújítás miatt. A Szentendrei úton kifelé a Monostori út előtt sávlezárásra készüljenek vízvezeték javítás miatt. A Rózsa utcában a Deák Ferenc utca után útszűkületen kell áthajtani aszfaltozás miatt. Pongrász Dániel, BKK Info. A 117 perc embere ezen a héten. Gazda István, tudománytörténész, akit harmadik alkalommal köszöntünk nagy szeretettel ezen a héten. Jó napot kívánok, kellemes délutánt! Jó napot kívánok! Egy apróság, ami a hallgatókat talán kevésbé érdekli, önnek viszont muszáj elmondanom, mert azóta nem beszéltünk, amióta egyeztettük az interjút, hogy azért hoztuk önt egy picit előrébb a megbeszélt időpontnál, mert az egyik vendégünket várjuk még, aki majd 5 óra előtt érkezik ide a stúdiónkba, úgyhogy ezúton is köszönjük szépen, hogy ezzel együtt most itt van és a rendelkezésünkre áll, hogy egy picit előbb kezdődik önnel a beszélgetés, ami most tulajdonképpen az a bizonyos kutatás, amelyet 1974 óta végzett, illetve 74 után, ugye Zemplén Jolán az ön egyik témaadója a diploma munkájánál, halála után, tehát a témaadójának halála után az ő kézirataiból kezdett el tulajdonképpen egy kötetet összeállítani, és amikor én készültem erre a beszélgetésre, akkor engem az fogott meg, hogy felvidéki fizika, és én ezt valahogy úgy értelmeztem, hogy ez olyasmi lehet, mint hogyha azt akarná ezzel sugallni, hogy ez valamitől más, mint a magyarországi, tehát mitől más, miben különbözik, mi az, ami önt megérintette, megfogta ezekben a bizonyos kéziratokban, amelyekből kötetet szerkesztett össze. Ugye itt a 1500-as évek közepétől kezdődően hosszabb időn keresztül Magyarország három részre szakadt. Az egyik rész az Oszmán Birodalomnak ugye egy egysége volt, egy másik része az országnak önálló erdélyi nagyfejedelemség, és egy harmadik, amelyik ugye a Habsburgok uralma alatt állt, hát ehhez tartozott Magyarországnak egy nagyon nagy északi része, ez amit ugye szokás egyszerűen felvidéknek nevezni, és ennek a három résznek a fejlődése a akkori iskolaügy, tudomány és egyéb szempontjából egymástól különbözött. Ugye más volt a lakosságnak az összetétele is. Itt ugye a Dunától északra fekvő vármegyékbe elég sok ugye német családot, iparosokat, tanárokat, orvosokat telepítettek be, és ez meghatározta ennek a területnek a fejlődését, és hát azért is érdekes volt, mert ugye Magyarországnak az első nagy egyeteme, a Nagyszombati Egyetem az erre a területre esett, és az első műszaki felsőoktatási intézmény, a Selmeci Bányászati Akadémia szintén ide esett, tehát végül is ugye oktatásügyi szempontból ez egy kulcsfontosságú terület volt már a korai időszaktól kezdődően is, és hát ennek a fejlődése meghatározta magukat a fizikai kutatásokat is. Értem. És akkor ez mit indított el tulajdonképpen? Hát ez azt indította el, hogy a
modern értelemben vett fizika, ugye ami mindenki az iskolában ugye tanul mindjárt a fizikának a kezdetén, ugye ez a newtoni fizika, ezek ugye először az itteni tankönyvekben jelentek meg, tehát a 18. században a legkorábbi részben már magyar nyelvű tankönyvek azok itt születtek, itt íródtak, és a itteni tanárok merték ugye a nemzetközi szakirodalomból már átvenni a newtoni tanrendszert, a Newton törvényeket, és kezdték az akkor értelemben vett modern fizikát tanítani, és ez ami aztán később, mikor már ugye Magyarország többi iskolája is át tudta ezt venni, ezek a tananyagok kerültek aztán át más városoknak az iskoláiba is. Tehát itt egy nagyon modern szellem kezdett uralkodni, és hát a műszaki felsőoktatásban pedig gyakorlatilag hát a világ egyik legkorábbi bánya tisztképző intézete jött létre Selmezbányán, ahol szintén tanítottak fizikát, és sok más mellett mindenki ismeri ugye a híres Doppler professzort. Igen. És a Doppler elvet, amit mindig szoktak emlegetni, azt azonban kevesen tudják, hogy Doppler professzor úr éppen a magyarországi Selmezbányán tanított, tehát ő is egy ilyen híres vendégprofesszora volt ennek az egyetemnek. Tehát ezeket az adatokat kezdte ugye Zemplén Jolán összegyűjteni. A tankönyvek kezdetben német nyelvek voltak, később aztán magyar nyelvű munkák is születtek, és aztán ezt az anyagot igyekeztem én szépen lassan sajtó alá rendezni, és a megfelelő egyéb illusztrációkat összegyűjteni hozzá. Itt nagyon nagy nevek vannak, mint mondjuk Comenius, aki szintén ezen a területen kezdett ugye ismerté válni, és jelentek meg aztán a művei, tehát sok-sok híres régi pedagógus innen indult, maga Pázmány Péter is, aki szintén foglalkozott fizikával, tehát a mai tudósok közül rengetegnek a nevével találkozhatunk ezen a területen. Pozsonyban ugye remek oktatási intézmények voltak, ugye Bártfán, Eperjesen, Nyitrán, Kassán, tehát itt sok híres iskolaváros volt, és hát érdekes módon ezzel azért a kutatás túl sokat nem foglalkozott, és ezért is örültem neki, hogy Zemplén Jolán ellátogatott ide a levéltárakba, rengeteg iratot hozott haza, és hát ezeket kellett aztán szépen sorra feldolgozni, és ebből született meg ez a bizonyos felvidéki fizika története anyag, amelynek egy részét ő szlovák nyelven is közre tudta adni, tehát végül is ugye Pozsonyban, a Pozsonyi Akadémia jóvoltából ennek egy szlovák változatát az ottani kutatók kézbe tudták venni. És akkor a szlovák nyelvből fordított, jól értem? Amikor a szlovák nyelvből kellett egy részét fordítani egy részét, az anyagnak, igen. Valóban így van. Kollégáim segítettek, mert a anyag egy része, a magyar gyűjtés egy része sajnos elveszett, csak szlovák változata volt meg, tehát ezeket le kellett fordítani, ami nem volt túl egyszerű, mert ők ugye ilyenkor lefordítják a tudósoknak a nevét is, ugye? Igen. Hát ezeket vissza kellett úgymond magyarítani. Igen. Magyarul, hát minden tudós nevet egyenként vissza kellett keresnem a különböző forrásokban, minden szakkönyvnek a címét vissza kellett keresni, és most ugye a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának jóvoltából elkészült ez a frissített, kiegészített változat, amelyet most már mindenki szabadon kézbe tud venni, olvashat, tehát egyszerűen a akadémiai könyvtár elektronikus könyvtárán belül megtalálható Zemplén Jolán hatalmas gyűjtésének a frissített, kiegészített illusztrációkkal bővített változata. Igen, hát persze a fizika az ugye akármennyire eltelt azóta 40 év, vagy már több is, ugye az nem változik meg, legfeljebb az értelmezése változhat picikét bizonyos dolgoknak, ugye ahogy bővülnek az ismeretek. Most azon próbáltam... Nekik forrásokat, az egy szerencsés dolog. Közben írtak iskolatörténeteket, ami akkor még nem volt meg, ugye,
Ezeket már kézbe tudtuk venni. Egyes illusztrációk is azóta kikerültek a levéltárból, amit szintén fel tudtunk használni. Azóta kollégáimmal együtt elkezdtük feldolgozni Eddik Ányosnak a hagyatékát, aki szintén ott kezdte a pályafutását, tehát azt is figyelembe lehetett venni. Tehát azért ennek a 40 évnek sok-sok jó kutatás eredménye volt, amit most ebbe az anyagba bele tudtam tenni. Igen. Egyébként közben azon kezdtem el gondolkodni, hogy a modern fizika, nem tudom, hogy ezt egyébként ki az, aki meghatározta annak idején, de ez ugye, ha jól gondolom, akkor ez egy a Newtontól, vagy az ő korától kezdődött, vagy kezdődhetett. Jól értem én ezt? Pontosan így van. Pontosan így van, tehát a modern értelemben vett fizika, különösen ugye a fizikán belül a dinamika és az egész elektromosság tan elindul a 18. századba, és ez halad egészen ugye Einsteinnek az időszakáig, amikor ugye ez a legmodernebb fizika, a 20. század fizikája indul el, két nagy pótfejezettel, a magfizikával és a héj fizikával, ez a kettő, ami ugye a klasszikus fizikának még nem lehetett része, mert mind a kettőt ugye csak a 19. század végén, a 20. század elején kezdték kutatni, és ehhez kapcsolódott aztán még Einsteinnek a relativitás elmélete, tehát ez az időszak valóban Newton korától, hogy nagyjából 1900-ig terjed. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk. Hát én egészen biztos vagyok abban, hogy erről is lehetne aztán jó sokat beszélni, de hát nyilván, hogyha valakit ez bővebben érdekel, akkor majd ez ennek utána tud nézni, és el tudja ezeket az anyagokat olvasni. Egyébként... Tartok mindenkit, hogy keressen rá az Akadémiai Könyvtár honlapján belül, olvasható az elektronikus könyvtár, aminek ez a neve, hogy repozitórium, és ott megtalálnia nem csak ezt, hanem más szakmáknak is a hasonló történeti feldolgozását, és én biztos vagyok benne, hogy a tanárok ennek nagyon örülnek, mert egy kicsit színesíteni tudják a tananyagot, különösen a Selmezbánya története rendkívül izgalmas, hiszen, és talán zárásként annyit, hiszen Magyarországnak a legnagyobb nemesfém bányája itt volt, és bár kevesen tudják, a világon a középkorban az aranytermelésben első helyen Dél-Afrika állt, a második helyen pedig Selmezbánya, tehát egy nem akármilyen bányavárosról van szó. Értem, és mennyire közérthető egyébként ez, mert nekem mindig az a félelmem, amikor így beszélünk valamiről, hogy mondjuk valamilyen tudománnyal kapcsolatos dolognak utána lehet nézni mondjuk az interneten, hogy mennyire közérthető annak mondjuk a nyelvezete, azok számára, akik mondjuk kevésbé jártasak a fizikában, legfeljebb olyanok, mint én, hogy érdeklődnek, de azért nincsenek annyira benne. Nekem az a véleményem, az egy aránylag élvezetes olvasmány, tehát nagyon kellemes leírások olvashatók itt a korábbi századoknak a tanárairól, az iskoláknak a felépítéséről, a szertárakról, az oktatás módszertanáról, a külföldi vendégtanárokról, tehát egy kellemes olvasmány. Nyilván van benne néhány idézet a szakkönyvekből, ami nem annyira könnyű, de ottan pontosan látszik, hogy itt eredeti szöveg következik, tehát ott jön esetleg egy-két oldal nehezebb rész, de egyébként a többi véleményem szerint jól áttekinthető, jól olvasható, tehát egy kellemes műről van szó, nem az a borzalmasan nehéz szakszöveg, amit ugye néhány helyen megszoktunk, ez ennél sokkal jobb, ugye az Emplénorán remekül írt, nagyon jó stílusa volt, és hát ez az ő fizika történetének a harmadik nagy egysége, hiszen külön megírta a korábbi két évszázadnak a fizikáját, ez pedig ugye egészen 1850-ig terjed, tehát végül is már egy egészen modern időszakot tárgyal a kötet utolsó harmadában. Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk, és akkor én biztos vagyok abban, hogy holnap után is érdekes kérdéseket fog majd kapni munkatársaimtól. Köszönöm szépen, és további eredményes munkát, sok sikert, jó egészséget kívánok önnek a kutatásában. Viszont hallásra, kedves hallgatóink, Gazda István tudománytörténésszel beszélgettünk, Elekes Irén Borbála jelölte őt a hét emberének, nagyon-nagyon érdekes kutatásokról,
munkáról, illetve a munkásságának egy részéről, mert hát azért mindenről nem tudtunk beszélgetni, hogyha a Wikipédiába beírják az ő nevét, akkor rengeteg információt olvashatnak róla, és hát ahogy hallhattuk itt a Magyar Tudományos Akadémia honlapján is. Kedves hallgatóink, Önök továbbra is 117 perc című műsorunk hallják, amelynek a hangmérnöke Petik András, én pedig a szerkesztő, műsorvezető Ruzsa Viktor vagyok. Vízpart, napfürdőzés, egy hűsítő csobbanás a medencében, mi másra is vágynánk a nyári rekkenő hőségben, szinte már érezzük is magunkon a frissítő vízpermetet, de sajnos a strandolás nem mindig felhőtlen. A nyaralást nagyon könnyen megkeserítheti egy-egy kellemetlen felfázás, fertőzés. A nyári hónapok során sok nő keresi fel a nőgyógyászát különféle panaszokkal. Vannak azonban tippek, amelyeknek segítségével megelőzhető a baj. A nyári melegben könnyen szaporodnak a kórokozók, a strandok medencéinek vizeit is sokkal nehezebb tisztán tartani. A bacillusok pedig támadnak, sok nőnek okozva ezzel bosszantó tüneteket. A legáltalánosabb panaszok közé sorolható a bőrirritáció, a könnyen fel is fázhatunk strandolás közben. A női test anatómiai tulajdonságaiból következik, hogy a férfiakhoz viszonyítva sokkal könnyebben kaphat el különböző fertőzéseket. A füllett párás nyári melegben például a hüvely pH értéke felborulhat, és ez olyan fertőzések kialakulásához vezethet, mint például a gombás fertőzések. Ha a fertőzésre utaló tüneteket fedezünk fel magunkon, minden esetben forduljunk orvoshoz, mielőbb kezdjük el a kezelést, hogy elkerüljük az esetleges szövődményeket, mondta el dr. Nagy László Zoltán, a Budai Egészségközpont nőgyógyásza. Az ő jó tanácsaival kapcsolatban jelent meg egy sajtóközlemény a Minap. Nyáron felfázni, na még mit nem? A gombás fertőzések mellett tipikus nyári betegségnek számít a felfázás is. A statisztikák szerint a nők 80%-a legalább egyszer megtapasztalja élete során ezt a kellemetlen betegséget, de mégis hogyan lehet felfázni nyáron, tehetjük fel a kérdést. Dr. Nagy Zoltán válasza pedig a következő erre. Sajnos a hőmérséklet nem igazán befolyásolja a tünetegyüttes kialakulását, ugyanis köznyelvi megnevezése ellenére valójában a húnyhólyagba bejutott kórokozók okozzák. Dr. Nagy László Zoltán azt tanácsolja, ha a következő panaszok bármelyikét észleljük, ne habozzuk felkeresni szakorvosunkat. Gyakori vizelési inger, kevés vizelet, kellemetlen szúró érzés, erős alhasi fájdalom. Továbbá azt is hozzáteszi, hogy fesztiválozzunk, de óvatosan. Ha a fürdőzés kockázatairól beszélünk, a fesztiválok veszélyeiről sem feledkezhetünk meg, ugyan évről évre javulnak a zenei fesztiválok higiénés körülményei, ennek ellenére sajnos szinte lehetetlen teljesen kiküszöbölni a fertőzések terjedését. A helyzeten tovább ront, hogy több ezer ember fordul meg ezeken a fesztiválokon a mellékhelyiségekben, ezért is kell fokozottan ügyelnünk saját tisztaságunkra. Azt se felejtsük el, hogy a különböző fertőzéseket nem csak a vízben vagy a mosdóban kaphatjuk el. Figyelmeztet dr. Nagy Zoltán, a Budai Egészségközpont nőgyógyásza. Kedves hallgatóink, vigyázzanak tehát magukra, egymásra, használják ki a remek időt, de ha csak tehetik, akkor azért hallgassák továbbra is a Civil Rádió 117 perc című műsorát, ugyanis nem sokára a nagy sportág választó záró eseményéről fogunk beszélgetni, amely július 23-án lesz a Margit szigeten, ez pedig az 5 próba Rióba eseménysorozat utolsó állomása, és ide várjuk a stúdiónkban dr. Szélpál Tamást, ennek a projektnek a vezetőjét. Addig pedig, ahogy ezt már említettük,
Somló Tamás dalait fogjuk hallgatni, illetve hallhatnak majd egy interjút Bornai Tiborral, aki a reggeli műsorban emlékezett zenész barátjáról. A választás, hogy mennyi helyből mennyi kell. Az utcák szétszaladnak, látod, figyelj, hogy mégis rám találj. A kavargó nappali világot az éjjel emléke járja át, hogy egyszer rád találjak végül, azt várd. Naponta füstbe sminkeli magát, a szín s a nap megfürdeti, felizzik éjszaka a város, a titkok izgalmában él, egy láthatatlan utcán járok. Mikor jössz egyszer már végre felé, hogy végre megtaláljuk egymást, te meg én. A város lüket, mint egy gép, a hídon összeér a kép. Felejtett fák terén, tudod, hogy oly közel vagy hozzá, elég, ha lépsz egyet végre felé, és akkor megtaláljuk egymást, te meg én.
reggeli. A mikrofonnál Németh Tamás. Bornai Tibor zenész, dalszövegíró és zeneszerző van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mondanám, hogy szép jó reggel, de az most nem jön ki igazából a számon. Somló Tamásra emlékezünk az egész műsorban, ugye szólnak a zenéi, és hát... Szóval róla mondom, hogy kell beszélnünk, mert nehéz beszélni róla, ugye önnek meg különösképpen nehéz beszélni róla. Írta is egy cikkében, hogy, illetve mondta is, hogy olyan volt, amikor együtt dolgoztak, mindig úgy érezte, mintha vigyázna önre, gondoskodna önről. Hát igen, mostanában még nehéz róla beszélni, de úgy gondolom, hogy ha a gyász miatti döbbenet egy kicsit enyhül majd egy pár hét múlva, akkor majd jobb lesz, mert rettenetes sok érdekes és igazán nagyon vidám történet van róla, amit majd szépen elő kéne venni és elmesélni, hogy mindenki tudja, hogy pontosan milyen is volt, de most még inkább szomorú vagyok, mint vidám. A gyermeke osztott meg egy képet a Facebookon, ahogy búcsúzott tőle, a bohóctól, az öreg bohóctól, és ugye a legjobb apukától, ahogy ő mondta, és azon is egy bolondos Somlót látni azért, és ahogy ön is ugye említette, nyilván nagyon sok vidám történet van, de hát emellett azért vannak olyanok is, olyan dolgok, amit meg kell említenünk, ami az ő életében azért abszolút előtérbe kerül. Például az, hogy nagyon sokat járt jótékonysági rendezvényekre, fontosnak tartotta azt, hogy adjon, hogy a zenéjét megmutassa, és ugye önnel együtt tette ezt sokszor, sok esetben, és ha már egyébként a párhuzamnál tartunk, ugye akkor azért az önök zenéje azért az sok esetben hasonló, és sok esetben összecseng. A Tomi az szinte soha nem gondolt önmagára, mindig másokra gondolt, mindig másokkal törődött. Most hirtelen nem emlékszem olyan pillanatára, amikor ő úgy érezte volna, hogy ő fontosabb, mint valami olyasmi, amit másokért tehet. Mondok egy példát. 50 éves kora környékén beiratkozott a jogi egyetemre, és el is végezte ezt a szörnyű, száraz, nehéz tanulni valókon átbukdácsolható egyetemet. Párszor meg is vágták persze, de nem adta föl, megszerezte a jogi diplomát, és nem azért, hogy az ő neve mellett jól nézzen ki egy doktor, nem is használta, hanem kifejezetten azért, mert úgy látta, hogy a kiadók, a menedzserek hogy bánnak a kollégáival, tehát a zenészekkel, és úgy döntött, hogy ez tűrhetetlen, és majd ő fog nekik jogi segítséget nyújtani. És kifejezetten ebből a indítatásból elvégezte a jogi egyetemet. Elképesztő. Ugye azt írta, azt mondta, hogy azért imádtam a közelében lenni, mert sugározta magából a hippi korszak levegőjét, zenéjéből, beszédéből, az élethez való hozzáállásából egyaránt áradt a szabadság, sohasem mernék olyan magasan és szabadon repülni, mint ahogyan ő csinálta. Milyen magasan repült ő? Hát fantasztikus volt, fantasztikus pasas volt, utánozhatatlan. Olyan lezser, és olyan bátor, és annyira, tehát hogyha ő neki valami tetszett, és úgy elhatározta, akkor nem érdekelte az, hogy ez majd ő rá milyen következményekkel lesz. Tele van az élete kalanddal. A Somló Tamás élete egy merő kaland, mert hagyta, hogy történjenek vele a dolgok. Tehát nem félt, nem számítgatta, hogy majd hogy lesz, mint lesz, hanem engedte az életet, hogy jöjjön, és hát aki mellette volt, az időnként bele-bele csöppent egy ilyen kalandba, én nekem is volt belőle egy párszor részem. És hogyha a kaland rosszul sült el, tehát hogy ő neki abból valami baja lett, vagy kára lett, akkor sose tört össze, én nem láttam őt még összetörve, hanem megvonta a vállát, és azt mondta, hogy na jó, nem érdekes, iszunk egy kávét. Ő egy örök vidám ember volt?
Hát ő nem úgy volt vidám, hogy folyton röhögött volna, vagy röhögtetett volna, uh-huh. hanem a rezgése van, uh-huh. hogy uh-huh. egy nagyon, nagyon finom, nagyon magas szintű rezgés volt, amit mellette nagyon jó volt érezni. Tehát ült mellette az ember, és tudta, hogy most biztonságban van, és most valami különös dolog fog vele történni. Akár a következő pillanatban. És ez ő miatta volt. Milliókhoz hasonlóan én is szerettem a zenéit. Most is itt reggel, ugye különböző formációkban játszott, mi is játszottunk most LGT-t, akkor játszottunk a Nonstop-tól számot. És azt szerettem benne, hogy egyrészt játszotta azokat a számokat, amit, hát hogy mondják ma, talán populáris, vagy mainstream, vagy nem is tudom, másrészt meg mintha egy kicsit néha úgy zenélt volna önmagának, hogy tudja, hogy az is millióknak tetszik. Az igazság az, hogy ő egész életében játszott. Tehát nem csak zenét, hanem minden mással is játszott. Tehát könnyen vette a dolgokat, és játéknak érezte a dolgokat. És amikor más dolgozott, megszakadt mellette, akkor ő ugyanazt a munkát úgy végezte, mint aki játszik. Uh-huh. Azt hiszem, sokat lehetne tanulni tőle. Én igyekeztem, de hát elsajátítani ezt nem lehet, erre születni kell. Ez ő volt, ez a Somló volt. Ilyen, nem tudom, hogy lesz-e még valaha. Nehéz ilyenkor, hogy elköszönni, de kívánni szeretnék még hozzá azt, hogy az az időszak, amit ön mondott, hogy eljöjjön, amikor már egy kicsit könnyebb, és csak a vidámabb dolgokra lehet, hogy ez hamar eljöjjön. Mert ahogy mondja, van sok-sok vidám dolog is. Bornai Tibor zenész volt itt velünk, és Somló Tamásra emlékeztünk. Tibor, nagyon köszönöm. Ne felejtsük el a Tomit. Nem fogjuk. Köszönöm szépen. Neked szabad az út, veled múlott a sors, ahogy akarod, úgy táncolsz. Neked arany a kút, neked ezüst a polc, neked a törpe is sulc. Úgy gurul a pénz, nem érem utol, mindig csak keresem újból. Nézd a fene belé, mint hozzád szaladt, elbújt a bőröd talán. Indulni kell megint, és az
Civil Rádió, az Emberi Hang, Budapesten a 98 MHz-es frekvencián, valamint az interneten a civilradio.hu 2.8000 címen. A hangmérnök ma Petik András, én pedig 117 perc című műsorunk szerkesztője és mai műsorvezetője Ruzsa Viktor vagyok. Isten veled, Somló Tamás! Nagyon-nagyon köszönjük azt a sok szép dalt és azt az emberséget, szeretetet, amit adtál nekünk. Én is csak csatlakozni tudok Bornai Tiborhoz, és hát azokhoz a zenész kollégákhoz, barátokhoz, rajongókhoz, akik szép szavakkal méltatták Somló Tamást az elmúlt két napban a közösségi médiában és a különböző internetes fórumokban, hiszen egy nagyon-nagyon-nagyon csodálatos legenda távozott el tőlünk, és hát fiatalon, 68 évesen egy csúnya betegség következtében. Erősíti most már majd az Égi zenekart, és ott fogja folytatni. És hát az életnek tovább kell menni, bármennyire is szomorú dolgok történnek, és nem szabad feladnunk, és ez most különösen nagyon aktuális ez a mondat, mert hogy a sportolóknak is ezt szokták mondani, hogy ne adja fel soha, hiszen az egész élet a küzdésről szól. Hát így van ez az olimpikonok esetében is, azok esetében is, akik Rióba készülnek, és két héten belül ott lesznek a rajtnál, a Rio de Janeiro-i olimpiai játékokon augusztus 5-e és 20-a között. És ennek apropóján kerül sor Magyarországon a nagy sportág választón belül az öt próba Rióba sorozatra, amelynek már a záró eseménye lesz július 23-án szombaton, és amelynek a projekt vezetője dr. Szélpál Tamás, kedves vendégünk, ül most itt velem szemben a stúdióban, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm én is a kedves hallgatókat! Mi indította el ezt a sorozatot? Hogyan jött ennek a sorozatnak annak idején az ötlete? Tudni kell, hogy az öt próba Rióba sorozat az hosszú hagyományokra, hosszú évtizedes hagyományokra tekint vissza. Az esemény sorozatot annak idején olimpiai öt próba néven a Magyar Olimpiai Bizottság hozta létre és alapította. Ez működött is 1978-tól. Több cikluson keresztül is sikeresen zajlott, hatalmas részvétel mellett. Utána volt egy kis holt időszak, amikor ez kikopott a palettáról, és nem került megrendezésre néhány alkalommal, majd a tavalyi esztendőben újraindult, és gyakorlatilag tavaly nyártól már a Riói Olimpia jegyében, ugye az elnevezés az öt próba Rióba, azért hozta létre ezt a programsorozatot a MOB, hogy megmozgassa az embereket, népszerűsítse az olimpiát, az olimpiai eszmét, de ennél is fontosabb, hogy azon átlag embereket, amatőr sportolókat is kimozdítsuk otthonról, és mozgásra buzdítsuk, akik egyébként nem szoktak. Tehát a mi eseménysorozatunk nem a profi versenyzők. Gondolom, ugye, hogy a cím az értelemszerűen változik mindig az aktuális olimpiai helyszíntől függően, mert ugye amikor már megrendeznek egy olimpiát, akkor már lehet tudni, hogy a következőt ki fogja megrendezni. Így van. Én nem szeretnék tippeket adni a Magyar Olimpiai Bizottság döntéshozóinak, de öt próba Tókióba, ez is elég jól hangzik. Igen, 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 egyébként így van, meg hát öt próba Budapesten, az is jól hangzik, reméljük, hogy majd egyszer erre is sor kerül, hogy a 24-esre pályázik most Magyarország, és majd jövőre talán ünnepelhetünk és örülhetünk annak, amikor majd szeptemberben kimondják a mi fővárosunk nevét, de hát ne szaladjunk ennyire előre, most ugye Rio de Janeiro lesz a következő helyszín, ahogy említettük, két hét múlva. Mivel tudnak készülni? Ilyenkor az összes olimpiai versenyszámot van lehetőség úgymond testközelből megcsodálni az érdeklődőknek? Nem, a mi eseménysorozatunk egy picit másról szól. Tavaly novemberben kaptuk meg a lebonyolítás jogát az Olimpiai Bizottságtól. Ez a nagy sportágválasztó szervezőirodát jelenti. Egyébként pedig, amiről ön beszélt, vagy te beszéltél, bocsánat, az pedig a nagy sportágválasztó profiljába kapcsolódik. Ott több mint 100 sportágat tudnak a gyermekek, illetve az erre kíváncsiak kipróbálni. Uh-huh. Az öt próba Rióban más. A mi eseménysorozatunk gyakorlatilag öt sportág köré épül. Ez az öt sportág pedig a futás, a kerékpározás, a gyaloglás, az úszás és a kajakkenu, valamint néhány helyszínen sárkányhajózni is lehetett. Tehát e köré, az öt sportág köré épül a programsorozatunk, ezekben tudnak rajthoz állni és megméretni magukat a nevezők. Értem.
És akkor ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy adott esetben, hogyha valakinek megtetszik valamelyik sportág, akkor akár úgy is dönthet, hogyha mondjuk 10 éves gyerekről van szó, hogy ő bizony felnőtt korában is ezt szeretné űzni hivatásszerűen. Természetesen, ez mondjuk már nem ránk, úgy csúnya szóval éve nem ránk tartozik, tehát onnantól kezdve, hogyha ő tehetségét érzi bármelyik sportágban, amit nálunk kipróbált, illetve amelyben sikerélmény éri, akkor onnantól kezdve szerintem nem is lesz kérdés számára, hogy abban a sportágban ő szeretne komolyabb szintre lépni, és egyesületi kereteken belül folytatni ezt a mozgást. Amit mi tudunk biztosítani, illetve amit mi szeretnénk nyújtani, az élmény, amelyet a sportolás adhat, és nyilván emellett nagyon értékes nyereményekkel is várjuk a mozogni vágyókat, hiszen futni bárki le tud menni a parkba, de ennyire értékes nyereményekért ilyen olcsó nevezési díjak, ilyen alacsony nevezési díjak mellett nagyon-nagyon kevés rendezvényen lehet ma mozogni Magyarországon. Igen, meg hát nyilván talán a legértékesebb az mégiscsak a bíztatás, mégiscsak az elismerés. Tehát most nyilván, hogyha valaki jól sportol, akkor persze nyilván kap egy jutalmat, valamilyen tárgyi ajándékot, vagy valami kis kedvességet, de hát nyilván az a legnagyobb dolog, amikor úgy kimondják az ember nevét, és úgy elismerik, hogy na igen, hát ez a teljesítmény, amit csinált, ez azért nem mindennapi teljesítmény. Tehát azért én azt gondolom, nem álltam persze még soha dobogón ilyen versenyen, hogy talán az olimpikonoknak sem annyira az érem a nagyon jó leső érzés, hanem mondjuk amikor a himnuszt eljátsszák az ő győzelme után, meg amikor ott egy egész ország ünnepli, amikor majd megjelenik mondjuk a repülőtéren az olimpia után, és hazaér, és túl van rajta, és úgy azt érzi, hogy na, megdolgoztam ezért. Így van, nálunk is hasonló érzések keríthetik hatalmába az indulókat. Amikor mondjuk egy fél maratont lefut valaki, és beér a célba, akkor azért ez nagyon jó leső érzés, hogy ő ezt teljesíteni tudta, méghozzá nem is rossz szintidőn belül, hiszen a szintidők, amelyeket mi meghatározunk, azok bár barátságosak, de én úgy gondolom, hogy némi felkészülést igényelnek. Így, amit te is mondtál, az abszolút helytálló, hogy a nyereményeken és a díjakon kívül a mozgásnak az öröme, illetve a teljesítésnek az öröme, az szintén megvan. De hozzáteszem, hogy a mi programsorozatunk nem verseny, tehát nem versenyeink vannak, itt nincsenek rajtlisták vannak, de nincsenek eredménylisták, nincs eredményhirdetés a végén. Itt nálunk teljesíteni kell a rövid vagy a hosszú távokat, és azokon lehet pontokat gyűjteni. Tehát olyan sikerélmény viszont éri a nevezőket, a próbázókat, hogy a pontjaik szépen gyarapodnak eseményről eseményre, és azért, hogyha ránéz valaki az ötpróbarioba.hu oldalon a profiljára, és azt látja, hogy 500, 600, 700 pontja van, azért azt szerintem jó leső érzés lehet. Igen, és akkor gyakorlatilag ez ugye azt jelenti, hogy nem fogja az a druk érni őt az elején, hogy jaj, most nekem itt versenyezni kell, és le kell győzni valakit, hanem az a lényeg, hogy egyszerűen baromi jól érzem magam egy csapatban, és akkor saját magamat kell tulajdonképpen legyőzni, tehát egy bátorság kell, egy kiállás kell, egy tartás kell, egy küzdés. Pontosan, nagyon jól megfogalmaztad igen, ezt. Igen, na most szombatra kanyarodjunk egy picit, mert ugye, hogy én azért hívtalak meg téged, hogy a szombatról beszélgessünk, ugye 23-áról. Jól tudom, Margit sziget, ugye? Így van, ott lesz. Szombaton, igen. 23-án ott vagyunk a Margit szigeten. Idén ez a 4. kiemelt eseményünk, Győr, Orfű, Ré, Fülöp után, most a fővárosban látogatunk, és itt be is fejeződik, hiszen augusztusban, mint ahogy te is említetted, már olimpia van, sőt itt kicsit vissza is csatolnék arra, amit az imént említettél, hogy a sportolóknak ez a legfőbb jelmondata, hogy mindig küzdeni kell, és soha nem szabad feladni. Hát most én is ezt üzenem az eddigi öt próbázóknak, hogy itt már ne adják föl, küzdjenek, hiszen ez az utolsó olyan kiemelt eseményünk, ahol még pontokat tudnak gyűjteni, amelyeket sorsjegyet tudnak váltani, és jövő hét szerdán, július 27-én lesz a fődíj sorsolás, tehát még eljuthatnak Rióba. Még az is eljuthat Rióba, akinek még egyetlen egy pontja sincs, hiszen 100 pontot, ami a nagyértékű sorsjegyhez kell, az két hosszútusa teljesítésével még a Margit szigeten is fogja tudni abszolválni. És akkor Margit szigeten is ugyanezek lesznek? Tehát sárkányhajózás, ugye ott a Duna... Nem, bocsánat, még, bocsánat hogy a szabadba válok rögtön. Most a Dunának a magas vízállása és a nagy sodrás miatt az evezés, illetve a kajakkenú és a sárkányhajózás tusákról lemondtunk, épp azért, hogy a próbázók biztonsága az mindennél előbbre való, úgyhogy ez most kiesett a palettáról, de futni, gyalogolni, kerékpározni és úszni azt lehet majd a Margit szigeten. Igen, tehát a szárazföldi, illetve átott az úszoda az azért ugye lehetőséget biztosít arra, hogy a Dunától függetlenül lehessen úszni. Ugye nagyon szép úszodája van a Margit szigetnek, tehát ott
ott is azért akkor remek környezetben és hangulatban ezt meg lehet tenni. Lehet-e már azt tudni, hogy mekkora lesz a jelentkezés, hányan jelentkeznek, illetve hogy egyáltalán melyik az a korosztály, amelyik leginkább érdeklődik? Kívülállóként az ember azt gondolná, hogy talán a tizenévesek jobban. Akkor az elején kezdeném. A Margit-szigetre most több mint 1000 főt, 1500 főt legalább szeretnénk vendégül látni, és ennyivel számolunk, hiszen gyönyörű szép nyári időt mondanak szombatra. Igen. Gyakorlatilag azt mondom, hogy ez egy nagyon jó rekreációs lehetőség a hétvégén, akár családoknak is jöjjenek, látogassanak ki, mozogjanak. Szerintem az már magában egy nagyon jó élmény, hogy abban a gyönyörű környezetben tudnak sportolni. Ha pedig még pontot is gyűjtenek mellé, és esetleg szerencséjük lesz a sorsoláson, az már hab a tortán, az igazi happy end, de azt mondom, hogy 1000-1500 körüli nevező számmal kalkulálunk, illetve annyi embert várunk. A másik kérdés pedig, ami elhangzott tőled, hogy milyen korosztályokat mozgat meg leginkább a programsorozat. Nos, én magam is laikusként vagy kívülállóként azt gondolnám, hogy inkább a 10 és 20 év közötti fiatal korosztályt tudjuk elérni a leginkább, de ezt valamelyest megcáfolják a statisztikák, illetve az adatok. Én nap mint nap látom ugye a nevezésekben a születési dátumokat, és egyrészt nagy meglepetésemre, másrészt elégedettségre is okot adva, a 40-50 év közötti korosztály van a legnagyobb létszámban képviseltetve, úgyhogy ez mindenképp egy jó dolog szerintem, hogy ők is bizonyítják, hogy 40 év fölött sem áll meg az élet. Így van, hát egyébként is egészséges a sport, ugye a futás, a séta, az mindenféleképpen javasolni is szokták, hogy azért nem kell megszakadni, de egy pár kilométert azért naponta azért. Minden szeretek kérdezni a vendégtől, valami bekapcsolhatom? Ugye tehát? Igen, itt közben van egy telefonáló. Szerintem még van annyi időnk, hogy kapcsolt be, légy szíves, András. Nagyon szépen köszönöm. Kemény Dániel kollégánk egyébként. Halló, üdvözlöm a vendéget, hallottok? Szervusz, Dani, én igen. A vendéged, nem tudom, fülhallgató, igen, azt szerettem volna mondani, hogy azt kérjük, mert akkor tud hallani ő is téged, igen. Hallgatunk. Az interjú elején számomra volt egy tisztázatlan kérdés. Említette a kedves vendég, akit sok szeretettel üdvözlök, hogy az Olimpiai Bizottságtól kaptak ők arra engedélyt, hogy ezt a rendezvényt megszervezzék. Ebből következtethetünk arra, tehát hogy ez valamiféle nemzetközi szinten működő kezdeményezés, és hogy nem egyedülálló itt Magyarországon? Nem teljesen értettem ezt a kérdéskört, illetve ezt a témakört. Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a kedves hallgatót. Nos, annyit érdemes tudni a programsorozatról, hogy ezt a Magyar Olimpiai Bizottság hozta létre, ugye illetve újította meg egészen pontosan tavaly nyáron, akkor indult új útjára. Én azt, hogy ez nemzetközi lenne, megmondom őszintén, erről nincsen információm, az biztos, hogy mi nem kötődünk össze ilyen szinten, nemzetközi szinten más hasonló jellegű tömegsport eseménysorozatokkal. A Magyar Olimpiai Bizottság tavaly novemberben kötött együttműködési megállapodást a Nagy Sportág Választó Szervezőiroda Kft-vel, és onnantól kezdve mi bonyolítjuk le az eseménysorozatot. Tehát akkor önökön kívül lehetne bármiféle más rendező is, aki ezt megrendezhetné, mégis önökre esett a választás egy nagy palettáról. Így van, ez egy kizárólagos megállapodás. Nagyon szépen köszönöm a választ. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük, Dani, hogy itt voltál velünk, illetve hogy itt vagy és hallgatsz minket. Szervusz, szép napot kívánok neked, és hát kedves Tamás, szintén csatlakozom a kollégához, Kemény Danihoz, hogy én is nagyon köszönöm a választ, illetve a válaszaidat, amiket adtál. És akkor még gyorsan, mielőtt a híreket el kell mondanunk 17 órakor, mondjuk el, hogy tehát hol lesz a gyülekező, a nevezés 23-án szombaton, azon túl, hogy ugye a Margit-szigeten lesz tehát ez az esemény. Így van, nagyon örülök, hogy erre még lehetőséget kaptam. Tehát online nevezni az ötpróbarioba.hu oldalon lehet, illetve előregisztrálni. Ezért egyébként ajándékcsomag is jár majd a helyszínen. Ezt pénteken délig tehetik meg a kedves próbázók. Aki viszont erről lecsúszott, vagy még nem tud dönteni, hogy jön-e vagy nem jön, ők pedig szombaton reggel 7 órakor fáradjanak a Margit-szigeten az atlétikai centrumba. Ott a futballpályán lesz kialakítva a rendezvényközpontunk, és sátrakban lesznek felállítva majd a pavilonjaink. Ott fognak
tudni a helyszínen is nevezni. Nagyon szépen köszönöm dr. Szélpál Tamásnak, az Ötpróba Rióba projekt vezetőjének, hogy mindezt megosztotta velünk. Kedves hallgatóinkat pedig arra buzdítom, hogy hallgassanak bennünket továbbra is. Azonnal érkezik hozzánk Berényi Attila a legfrissebb hírekkel, aztán ha érkeznek közlekedési információk a BKK-tól, akkor azt is meghallgatjuk. És aztán a második órában majd Simon Gergelyjel, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjével fogjuk folytatni. Két témáról is beszélnünk kell. Az egyik, amelyet már említettem, hogy még mindig sok a szennyező anyag a ruhákban és a különböző ruhaforgalmazó üzletek levegőiben, és egy egészen friss eredményt is, illetve kutatási eredményt, sajtóközleményt is kiadtak ma, amely pedig arról szól, hogy azbeszttel van tele a Városliget, és erre reagált a Greenpeace. Erről is fogom kérdezni majd Simon Gergelyt, tehát tartsanak velünk továbbra is. Hírek következnek itt, a Civil Rádióban. Változtatást kérnek a gyógyszerészek a reklámszövegen, egyre kevesebb az evás cég. Fél évvel hosszabbították meg a franciák a rendkívüli állapotot. Néha felhős, de alapvetően kellemes az idő. Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok a Civil Rádió híreivel. Gyógyszerész szervezetek szerint negatív előítéleteket köt a gyógyszerekhez a kockázatokról és mellékhatásokról kezdetű szöveg. Ezen sürgősen változtatni kellene. A formaszöveg a gyógyszerreklámok végén szokott elhangzani. A patikusok szerint ennél jobb megfogalmazás lenne, idézem, a gyógyszer biztonságos alkalmazásáról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg a gyógyszerészét. A Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a Magyar Gyógyszerész Kamara azt javasolja, hogy ez a szöveg legyen a hirdetésekben. A szervezetek szerint a jelenlegi figyelmeztetés nem segíti a betegeket az orvosságok előírásszerű alkalmazásában, viszont negatív előítéleteket köt a patika szerekhez, írja a Magyar Idők. Egyre fogynak az evás cégek, 3 év alatt fele annyi lett, míg a katafantázia nevű adózási formát választó adózók dupla annyian vannak, írja a Világgazdaság. Ugyanis a nyereségadó és az SZIA csökkentés miatt az előző adónem egyre kevésbé éri meg. Közben kalkulátorral próbálja meggyőzni a vállalkozásokat a KIVA, azaz a kisvállalati adó előnyeiről a Nemzetgazdasági Tárca. A 2012-ben bevezetett adó ugyanis annak ellenére sem túl népszerű, hogy sokat spórolhatnak vele a legfeljebb 50 főt foglalkoztató, nem is olyan kicsi, akár 500 milliós árbevételű cégek. A KIVA kiválasztásával a cége egy befizetéssel tudja le a nyereségadót és a bérek után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint a szakképzési hozzájárulást. A jövő évi szabályok szerint így a 28,5%-os bérteher helyett alapesetben maximum 16%-ot fizet, és csak a cégből kivett pénz után adózik. A múlt heti nizzai terrortámadás 84 halottjának csak nem fele külföldi állampolgár. A 38 külföldi áldozat 19 országból származik, közölte a francia külügyminisztérium, miután minden áldozatot azonosítottak. Így most gyászol Algéria, Belgium, Brazília, az Egyesült Államok, Észtország, Grúzia, Kazasztán, Lengyelország, Madagaszkár, Marokkó, Németország, Olaszország, Oroszország, Örményország, Románia, Svájc, Törökország, Tunézia és Ukrajna. Az áldozatok közül mintegy 30-an muzulmánok, többségükben francia-tunéziai kettős állampolgárok, közölte a nizzai muzulmán közösség egyik vezetője. A délkelet franciaországi Nizzában múlt csütörtök este egy tunéziai férfi egy bérelt hűtőkocsival belehajtotta a francia nemzeti ünnepet lezáró késő esti tűzijátékot néző tömegbe, és közben lövéseket adott le a város tengerparti sétányán. Mostanra a francia nemzetgyűlés is támogatta az államfő javaslatát, miszerint jövő év januárjáig meghosszabbítják a november 13-ai párizsi merényleteket követően kihirdetett rendkívüli állapotot Franciaországban.
Végül az időjárásról, bár kicsi az esély esőre, de időnként gomoly felhők zavarják meg a napsütést. A szél mérsékelt marad, a fővárosban most 27 fok körüli értékeket mérhet, míg holnap hajnalig 15 fokig hűl a levegő, a csütörtöki maximum pedig 28 fok körül alakul. Budapesten lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Lánchídon és a Margit hídon mindkét irányban, a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Dráva utcában a Népfürdő utcánál, valamint a Pesti alsórakpart Dráva utcai le- és felhajtóján korlátozásokra kell számítani közműépítés miatt. A Szentendrei úton kifelé a Monostori út előtt sávlezárásra számítsanak vízvezeték javítás miatt. Pongrász Dániel, BKK Info. Köszönöm, jól vagyok, nem ahogy hagytál. Kéne egy angyal, mely haza repít, ki a sok szomorú nap között felderít. Csörren a telefon hazafelé, fel kéne vennem, azt mondod, forduljak visszafelé. De nincs hozzá kedvem. Hol van az angyal, mely elrepít? Egy angyal, mely elrepít. Lehet, hogy már csak ez segít. Felé. Tudom, hogy el kell mennem. Eljött az angyal, mely elrepít. Irány a kékét. Ki a sok szomorú nap között felderít. Sok szomorú nap között felderít. Újra láthatsz még. Legyen egy új nap, ne olyan, mint rég.
114, 115, 116. 117 perc. Civil Rádió, az emberi hang Budapesten a 98 MHz-en, illetve a világhálón a civilradio.hu 2.8000 címen. A hangmérnök Petik András, én pedig Ruzsa Viktor szerkesztő műsorvezető vagyok. Július 20-i 117 perc című műsorunk utolsó órájában, illetve második órájában. Elsőként Simon Gergely vegyi anyag szakértőt köszöntöm nagy szeretettel, aki a Greenpeace munkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Két téma is előtérbe került itt a napokban. Amikor én készültem önnel erre a mai interjúra, akkor annak apropóján kerestem meg, hogy kiadtak a múlt héten egy sajtóközleményt, egy állásfoglalást, amelyben arról számolnak be, hogy még mindig túl sok vegyi anyag van a különböző ruhákban, illetve hogy teszteltek különböző ruha forgalmazó üzleteket, aztán pedig a Városliget azbeszt problémája is napvilágra került, ugye tegnap, illetve egy mai sajtóanyagban. Hát vegyük akkor szépen sorjába, ugye az előző témához visszakanyarodva, vegyi anyagok, több üzletet is vizsgáltak, ruhaforgalmazó üzletet. Ha jól emlékszem, akkor mintha azt írták volna, hogy öt országban, illetve Tajvanban, tehát öt európai országban, illetve Tajvanban. Így. Jól emlékszem? Jól értem? Így van. Milyen vegyi anyagok kerültek elő, amelyekkel itt problémák vannak? Ugye most úgynevezett perfluorozott szénhidrogéneket, azaz PFC-ket kerestünk. Ugye ezeket anyagokat azért vizsgáljuk, mert... Bocsásson meg, hogy visszakérdezek, milyen szénhidrogének ezek? Per és polifluorozott, tehát fluorokkal. Nem akarok kémia órába belemenni, nyilván nem ez a célja a mi műsorunknak, de mit jelent ez nagy vonalakban? Szerves anyagok, amelyek fluorozva vannak, ugye a legismertebb, mindenki számára ismert ilyen anyag az a teflon, ugye amilyen edényeket vonnak be, és ugyanezt az anyagtípust használják arra a ruhákban, hogy vízállóvá, portaszítóvá tegyék őket, gyakorlatilag elég hasonló módon működik, mint a teflon. És azért kezdtünk ezzel az anyagcsoporttal foglalkozni a ruhaiparral foglalkozó kampányunkon belül, mert azt láttuk, hogy pont a környezet és természet szeretetét hirdető szabadidősport, outdoor ruházati szektor előszeretettel alkalmaz ezeket az anyagokat, annak ellenére, hogy lehet tudni, hogy sok közülük nagyon nehezen bomlik le, fölhalmozódik a környezetbe, kimutathatóak akár jegesmedvékből, vagy fókákból, tengeri halakból, illetve a föld igen távoli pontjainak hó és jég mintáiból is, amit mi vizsgáltunk. És sajnos közben még több ilyen anyagról kiderült, hogy mérgező az állatok, emberek számára, hormonrendszert, immunrendszert károsítják, sőt egyes ilyen PFC-vel daganatos megbetegedésekkel is összehozhatóak. És úgy gondoltuk, hogy ennek a szektornak kéne pont élen járnia és bemutatnia, hogy nem lehet úgy ruhát gyártani, hogy nem szennyezi a környezetet, hiszen közben már van egy-két előre mutató, például a skandináv és fájdi cég, akik úgy árulnak ilyen sportruházati, szabadidőruházati cikkeket, hogy nem tartalmaznak PFC-t. Igen, ez azért nagyon nehéz dolog. Egyébként én nem vagyok persze vegyész, és nem is szeretnék trollkodni ebben a témában, de hát ugye próbálok ugye józan paraszti ésszel végig gondolni itt dolgokat, ugye, hogy és meg az önök szemszögével is gondolkodni, mint Greenpeace, mint környezetvédő szakértők, hogy ugye ha állatbőrből vagy állati bundából készítenének ruhát, akkor ugye az lenne a probléma, hogy hány állatot kell leölni ahhoz, hogy mondjuk egy bunda elkészüljön. Ha viszont műanyagból készítünk mondjuk, tehát műszörme ruhákat, vagy sportruházatot műanyagból, hogy ne kelljen állatokat meggyilkolni ezért, akkor viszont ugye a műanyagoknak az egyik alapeleme a PVC, ugye, tehát abban is van egy bizonyos klór tartalom, de még egyszer mondom, nem akarok trollkodni, tehát a butaságot mondok, nyugodtan szóljon közbe. Próbálok hangosan gondolkodni, tehát nagyon nehéz, hogy most akkor vagy állati eredetű legyen az anyag, vagy műanyag legyen, de ha mű, akkor hogy lehet azt megoldani, hogy ne legyen benne klórtartalmú szennyező anyag? Na, ez itt a kérdés. Ugye
úgy igazából először is visszamennék egy gondolattal, amit mondott, hogy az állati eredetű ruházatikat, tehát a bőr meg bunda meg ilyen ruhákat is rengeteg veszélyes vegyszerrel készítik ki, tehát ugyanúgy tele vannak, annak ellenére, hogy mondjuk mi nem támogatjuk és nem ösztönözzük azt, hogy állati eredetű ruhákat készítsenek mondjuk tömegével, mert nyilván ebben nem akarok belemenni, mert nyilván vannak olyan bőráról, ami akár fenntartható is lehet, de azokat is rengeteg vegyszerre készítik ki, tehát ilyen szempontból nem jobb. Ezért alapvetően nagyon sokat ugye gyapotból készítenek, tehát növényi eredetű, azért igen sok ruhanyag, illetve mi nem önmagában azt akarjuk ellenezni, hogy mondjuk esetleg szintetikusan gyártsanak ruhákat, hanem azt szeretnénk elkerülni, hogy veszélyes, egészségre környezetre káros vegyszereket használjanak. Ugyanis ugye a ruhaipar az egy elég nagy szektor, és Európából, Egyesült Államokból gyakorlatilag teljesen eltűnt a gyártás, átkerült Ázsiába, Dél-Kelet-Ázsiába, Dél-Ázsiába, illetve Latin-Amerikába a teljes ruhaipar, és gyakorlatilag mostanra a második legnagyobb vízszennyező lett. Egyetlen egyébként mondjuk farmerelőlet állítás az kb. 7000 kiló szennyvizet eredményez. Tehát ugye ez a szektor nagyon szennyez, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy olyan anyagokat használnak, olyan vegyszereket a gyártáshoz, amelyek egyáltalán nem szükségesek, csak egyszerűen olcsóbbá teszik a gyártást, pedig Európában, Amerikában már nem is lehetne használni ezeket a vegyszereket. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy Ázsia, Latin-Amerika hajdan volt tiszta trópusi folyóit, borzasztóan elszennyezi úgymond Európa és a fejlett világ divat igénye, és ezért kezdtük el pont ezt a detox kampányt, aminek egyetlen egy üzenete és célja volt, vonják ki a káros anyagokat a ruhagyártásból, ne szennyezzék a környezetet, illetve ne legyenek káros anyagok a ruhákban. Most én nem vagyok persze nyilván az ő, vagy hát nem vagyok ruhaipari szakértő sem, és nyilván ezt tőlük kellene megkérdezni már, akik ezzel a dologgal, tehát a ruhakészítéssel foglalkoznak, hogy vajon miért használnak ilyen anyagot, mi ennek az anyagnak a szerepe? Ez keményít, vagy tartást ad a ruhának? Tehát kell ez az anyag a ruhába, vagy lehet pótolni? Van alternatív megoldás? Nagyon sok anyaggal foglalkoztunk, de ez nem csak azt mondtam, nem csak egy káros anyagról beszélünk. Milyen káros anyagokkal még akkor? Úgynevezett kiképzéséhez, a web processnek hívott nedves kezelésekor használnak például alkilfenol letoxilátokat, amiből hormonkárosító nonilfenol jut ki a környezetbe. Nagyon gyakran alapul a matricákra, amikor a ruhákon ilyen különböző színes matricák vannak, abban a hormonrendszer és szaporodási képességeket károsító falátok vannak, mérgező szerves ómvegyületek vannak gyakran ruhákban, emellett ezeket előbb említett PFC-k, és még számos más vegyületet is emelhetnék, mérgező rákeltő azófestékek a ruhák festéséhez. Aztán nagyon sok olyan anyag van, amit egyszerűen azért használnak, mert régen így volt, ez volt a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás, és ugye pont azért mennek ezek a ruhatégek gyakran a harmadik világba, mert sokkal olcsóbb a gyártás, sokkal kevesebb környezetvédelmi jogszabálynak kell megfelelni, és ugye a munkaerő is olcsóbb, és kevesbé védik is az embereket, tehát nyugodtan lehet az embereket is, meg a környezetet is szennyezni. És mi ennek szerettünk volna megállt parancsolni, és azt nem is csináltuk rosszul, mert mostanra több mint 30 nagy cégcsoport, a világruhagyártásának ez már gyakorlatilag több mint a tizede, tett egy úgynevezett ilyen detox vállalást, amiben vállalja, hogy 2020-ig kisebb-nagyobb mértékben, lehetőleg nagyobb mértékben kivonja a káros anyagokat a ruhagyártásából, és ez nagyon hatékonyan és jól haladt ez a kampányunk, és ezen belül kezdtünk el fókuszálni az elmúlt egy-két évben kiemelten erre az outdoor szektorra, mert ez egy különösen, hogy mondjam, magát környezet barátnak beállító szektor, viszont mégis azt látjuk, hogy igen káros anyagokat használ, és ezért örülünk, hogy közülük is többen, most már a legnagyobbak, mind olyan vállalást tettek, hogy elkezdik kivonni, és ezt a folyamatot, mivel azt láttuk, hogy igazából csak elég gyenge vállalásokat tettük, akartuk ösztönözni ezzel a mostani friss mérésünkkel, amikor is a ismert outdoor gyártóknak a márkaboltjaiban mértük a levegőt, ahol ugye ezeket a PFC vegyületeknek az illékony változatait kerestük, amik ugye kijutnak a ruhanemükből, és hát meg is találtuk őket, ugye a méréseink azt mutatták, hogy a levegőben lévő háttérkoncentrációhoz képest 1000-szeres mennyiségben találtunk ilyen PFC-ket, és még a lakásokban található koncentrációhoz képest is, ahol ugye sajnos előfordulnak ilyen PFC vegyületek, 60-szoros mennyiségben találtunk a szakboltokban ilyen anyagokat, ami ugye azt mutatja, hogy továbbra is használják őket, kettő, ezek kijutnak a környezetbe, kijutnak a, hogy mondjam, a levegőbe, igen, mind a gyárakban, mind pedig a
az ilyen boltokban lévő embereknek ezért mégiscsak ez egy kitettséget jelent. És tudnak valami alternatív megoldást? Mert ilyenkor az emberben ugye fölmerül az is kérdésként, hogy persze igazunk lehet abban, hogy kritikát gyakorlunk valamilyen gyártási technológia ellen, de van-e olyan szakértőjük, aki esetleg arra tudott tanácsot adni, vagy arra vonatkozóan, hogy akkor milyen gyártási technológiával vagy anyaggal helyettesíthető az a bizonyos anyag, amelyről önök azt mondják, vagy hát a szakértők, hogy veszélyes. Igen, abszolút. Van egy mi az alternatíva? Ilyen tárgyaló csapatunk, akik egyrészt elmondják, hogy mik a problémás anyagok, is javasolnak egy alternatívát, illetve bemutatják, hogy milyen lehetőségek vannak. Pont, mint említettem, van olyan svájci és skandináv cég, aki már csak PFC-mentesen gyárt ilyen túraruhákat, meg ilyen extrém ruhákat. Illetve most már a legnagyobb cégek mind-mind bemutatták a PFC-mentes kollekciójukat is a régi mellett. Ezek nyilván egyelőre drágábbak, hiszen új technológiák, viszont nem azért drágábbak, mert drágábbak ezek az anyagok, csak egyszerűen most fejlesztették ki. Igen. És azt szeretnénk ösztönözni őket, és olyan irányba szeretnénk eltolni őket, hogy hamarosan tényleg ilyen nem káros anyagokkal tegyék időjárás állóvá, tehát víz és porállóvá ruháikat. Egyébként a közelmúltban egy ismert olasz hegymászó az Andoknak az ilyen legmagasabb, sok ezer méteres csúcsait meghódította csak ilyen PFC-mentes ruházatokba, bemutatva azt, hogy a legextrémebb körülmények között is jók ezek a ruhák, és hát azért valljuk be, ezeket úgymond sokszor extrém körülményekre kifejlesztett ruhákat, nagyon sokszor csak hétvégi túrázók, különösen gazdag nyugat-európai túrázók is megvásárolják, és teljesen feleslegesen terhelik emiatt a környezetet ezekkel a anyagokkal, amikre nincs is igazából szükségük. Igen, és ez tulajdonképpen azért is jó példa, mert hogyha majd előbb-utóbb nem lesz már új ez a technológia, és olcsóbb lesz, akkor az is kiderülhet majd mások számára is, hogy ez nem egy úrihuncutság, hogy valaki környezetkímél ruhában mászon hegyet, hanem megfizethető, és hát ha meg már csak ez lesz, akkor pedig már eleve nem lesz probléma. Mit gondol, hogy mennyi időnek kell eltelni, hány évnek, évtizednek, mire egyáltalán kiszorulnak a káros anyagú ruhák a piacról? Hát gondolom, hogy nem egy-két évről beszélünk. Mi ugye, amikor megkeressük a célcsoportokat, mindenkitől azt kérdezik, hogy 2020-ig, és ez hát nagyon sok célcsoport egyébként deleget is tesz, tehát nagyon nagy vezető, spanyol, svéd, stb. Gyártók ezt vállalták is, és el is kezdték az anyagok kivonását. De azt, hogy az egész szektor mikor fogja kivonni, ez nyilván már nem csak azon múlik, hogy mi mit mondunk, hanem hogy a, úgymond a politika mit hoz. Igen. Mind nyilván nekünk az európai politikára még csak-csak van hatásunk, viszont hogy mondjuk Kínába, Indonéziába, Fülöp-szigetegen hogy jártanak, arra kevésbé. Viszont nagyon jó eredménye volt ennek a kampányunknak, hogy itt is változás állt be. Igen. Részben pont amiatt, hogy bemutattuk, hogy hogy szennyeznek ezek a szektorok teljesen szükségtelenül, hiszen ki lehet vonni ezeket a káros anyagokat. Egymás után születnek Ázsiába, Távol-Keleten az olyan jogszabályok, amelyek megpróbálnak megállítani a szennyezésnek. Úgyhogy ez nagyon, úgy mondom, büszkék vagyunk erre, hogy részesé vagyunk annak, hogy mondjam, lobbynak, kampányfilmadnak, aminek az eredményeképp most már ezekben a hatalmas ázsiai országokban is egymás után születnek azok a jogszabályok, amik mégis csak szép lassan rákényszerítik arra azt, ezt, illetve más szektorokat is, hogy ne szennyezzék a vizeket. Igen, hát aztán persze lehetne ezt még folytatni, hogy majd ha elhasználódnak a régi ruhák, akkor hogyan lehet hasznosítani őket, mint hulladékot, hogy ne legyen szennyező anyag a környezetben, stb. Stb. De ez már nyilván egy másik műsor témája lehetne. Viszont nem szeretnék önt sem föltartani, de muszáj erről is beszélnünk, mert ez viszont már a tegnapi nap híre, illetve egy mai sajtóközlemény. Sok ezer helyi lakos és liget látogató várja, hogy kiderüljön, valóban került-e a levegőbe mérgező és rákkeltő azbeszt a volt Hungexpo épületeinek bontása során a Városligetben, és azt is írják, hogy annak érdekében, hogy tisztázódjon a helyzet, a Greenpeace független akkreditált cég szakértőjével tervez mintát venni a helyszínen található, valamint az elszállított bontási hulladékból. Mi a helyzet, mi történt valójában, illetve hát itt a régi építésű 70-es években épült épületekben található anyagról beszélünk, ugye jól értem? Így van, ugye azbeszt, azt gyakorlatilag előszületett a használat. Vasbeton épületekben volt régen, tehát én ezt a konkrétan a lakótelepi házakkal kapcsolatban lehetett hallani annak idején ilyeneket. Így van, sajnos igen, elterjedten használták azbesztet, annak ellenére, hogy egyébként már gyakorlatilag a 19. század végén leértek, hogy az azbeszt szálak ilyen rákkeltő hatással bírnak.
Ennek ellenére sajnos gyakorlatilag a 2000-es évek elején lett csak teljesen betiltva az aszbeszt használata. Ugye az aszbesztnek több változata van, az aszbeszt ala, ami ugye nagyon gyakran elterjedt tetőfedő Magyarországon, az igazából csak akkor jelent kockázatot, hogyha elkezdjük fúrni, fűrészelni, stb. És a levegőbe kerülnek az aszbesztrostok, ugyanis az aszbesztrostok akkor jelentenek igazán komoly egészségügyi kockázatot, hogyha belélegezhetjük őket, a levegőbe kerülnek. És a úgynevezett szórt aszbeszt, amikor csak ilyen kis, ilyen kőgyapotszerű szálakkal vették körül például az ilyen fűtő kazánokat, illetve a tetőket szigetelték, azzal a födémeket a pincehelyiségekben, és ezek az aszbeszt a levegőbe kerül, akkor jön kifejezetten nagy egészségügyi kockázatot. A ligetvédők, amikor már korábban is jelezték részben a Greenpeace felé, részben akkor mindenféle módon próbálták a helyszínen jelezni és kiírni, hogy ők ezekbe a Hungerspace épületbe a felső szinten aszbesztet találtak. Viszont amikor megindult a Városliget Kft. Által, vagy ZRT által a Hungerspace épületének a bontása, akkor viszont azt tapasztaltuk, hogy semmilyen védelmi intézkedés nem fogalmazódtak, pedig ugye a jogszabályok egyértelműen fogalmaznak, el kell mérni, hogy van-e azbeszt egy ilyen épületben, és hogyha van, akkor először az azbesztet kell eltávolítani, és csak azután kezdődhet meg a bontás. Értem. Ennél azt láttuk, hogy buldozerekkel neki estek az épületeknek, és utána jött az a hír, hogy lehet, hogy mégiscsak volt benne azbeszt, ami azt jelenteni, hogy nem csak, hogy teljesen szabálytalanul végezték a bontást, és megszegték ugye a hatályos törvényeket, de nagyon komolyan veszélyeztették az ott dolgozó munkásokat, illetve az ott lévő biztonságőröket, illetve a környéken lévő, ligetvédőket, sétálókat, helyi családokat. Lakókat, mert azért ott a környéken, azért ott Zuglóban azért az lakott terület ott a ligetnek a szélén, és azért azt nyilván most ugye az időjárás az ráadásul még eléggé szeles is volt az elmúlt napokban, tehát hogyha egy olyan irányú szél van, akkor nyilván szétfújhatta ugye a zuglói részre, ugye a ligetnek a lakott részére, vagy a liget melletti lakott részre az aszbeszt. Ez nem bizonyosodott, de ez egyelőre egy kérdés, hogy abban az építési törmelékben, amelyet egyébként teljesen nyitott teherautókon szállítottak el, és na igen, csak kiporlódva mentek el, volt-e szólt azbeszt. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon hamar és nagyon gyorsan tisztázni kell. Bocsássa, meg hadd kötekedjek egy picit. Amikor ilyet hallok, hogy ez még nem bizonyosodott be, akkor nekem mindig az jutott az eszembe, vagy az szokott az eszembe jutni, hogy hát ugye ha rákkeltő vegyületről beszélünk, mikor fog bebizonyosodni? Akkor, amikor már X ember rákot kap, és nagy Isten, történik vele valami, vagy hát esetleg oda küldtek már, vagy küldtek-e már, ez a fontos kérdés, oda olyan embereket, akik mintát vettek ott a törmelékből, és az alapján még mielőtt baj történne, bizonyosodik be, hogy kérem tisztelettel, ezekben a törmelék mintákban igenis, hogy megtalálhat az aszbeszt, tehát innentől a bontási hulladékot veszélyes hulladékként kell kezelni. Pont erről beszélek, hogy ez az, ami szerintünk egészen elképesztő, hogyha bebizonyosodik, hogy ott volt azért. Na de ha bebizonyosodik, de küldtek oda embert, tehát már be, tehát valahogy vagy fognak oda küldeni? Most már nem tudunk bemenni, tilos számunkra a bejutás. Igen. És pont ezért írtunk a felelősöknek egy levelet, hogy azonnal engedjék be önöket. Függetlenül akkreditált emberre menjünk, ugyanis azt nyilatkozták, hogy semmilyen egészségügyi kockázat nincsen, minden szabályok szerint meg, stb. Viszont ezek teljesen ellentétes hírek is megjelennek, és úgy gondoljuk, hogy mivel ugye ez a szél bármikor fölkaphatja, nagyon fontos legyen, hogy ez azonnal tisztezzek, ugye egy mikroszkopos vizsgálattal igazából pár óra alatt eldönthető, hogy itt az lesz, vagy van, vagy nincs. Tehát úgy gondoljuk, hogy a halogatás, illetve ez a kis össze-vissza beszéd, ami elhangzik, ez szerintünk felelőtlen, és azonnal tisztázni kellene, hogy mi itt a helyzet. Hol csak arról beszéltek, hogy egy őrbúdénak volt aszbeszteteje, de máskor nem megjelent az, hogy lehet, hogy szólt aszbeszt szigetelés volt, ami viszont ugye nagyon komoly kockázat, és már most ugye nagyon sok probléma, hogy ezt ilyen szabálytalan módon végezték el, de ugye továbbiakban is mindent meg kell tenni, hogy mind úgy állítólag Fóton, ahol letették egy ilyen erdős részre hulladékot, onnan újhass el azt, illetve ugye a ligetben a maradékot ne tudja elvinni a környéken a szél. Igen. Ezt úgy gondoljuk, hogy ez egy azonnal tisztázandó, hogy mondjam, kérdés.
és nem szabad halogatni, meg nincs helye a politikának, hiszen itt ugye emberek tömegeinek az egészségére van szó. Eleve én a Liget projekttel kapcsolatban azt gondolom, hogy nem nagyon szabadna itt politikát belelátni. Tehát most itt szokás azt mondani, hogy persze, hát az ellenzék hát csinálja itt a cirkuszt. Nem. A Városliget az mindenki, és független attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki, nem szabadna, hogy ebbe politika bele, hát csúnya szóval bele legyen látva, de hát benne van sajnos, belelátnak, akik bele akarnak látni, azok belelátnak politikát ebbe. Szóval az jutott az eszembe, azért csillant itt fel a szemem hirtelennyében, hogy hát persze ez már lehetne egy másik téma, vagy ad egy másik kérdést, egy következő kérdést, hogy ugye nem tudják, hogy mi van ezekben a bontási törmelékekben, de hát ezeket az épületeket nem olyan régen építették, hogy a fővárosnak ezek nincsenek meg, ezeknek az épületeknek az nem értek ehhez, tehát megint nem akarok butaságot menni, de próbálok hangosan gondolkodni. Nincsenek meg a terv rajzai. Tehát amikor ezeket az épületeket építették, akkor ezek, gondolom én, hogy valahol dokumentálva lettek. Nincsenek meg ezek a dokumentumok? Nem lehet ezeket előkeresni, és nem lehet visszanézni, hogy mondjuk egy 1974-ben oda fölhúzott épületben mit használtak föl? Dönthesse, hogy ott van a Hozbert, vagy sem. De hát ez talán nem... Mondja még egyszer, legyen szíves, mert nem hallottuk az elejét. Tehát, hogy szerintem meg kellene, hogy legyen ezeknek a dokumentumok. Ez a lényeg. Úgy gondolom, hogy ez nem a mi feladatunk, ez nem a mi felelősségünk, hogy ezt előkosztadjuk. De hogy önök erre fölhívták a figyelmet, hogy a város ezzel foglalkozzon? A főváros, vagy Zugló? Főváros. Hát ez furcsa, hogy a Városliget ZRT, aki itt az egész bontást elkezdte, hogy lehet, hogy ezt nem kérte be, nem szedte össze ezeket az adatokat. Uh-huh. Nem nézett utána, és úgy kezdte a bontást. Tehát ez maga a számunkra teljesen elképesztő és teljesen hihetetlen, hogy lehet az, hogy mindenféle elővigyázatosság nélkül megkezdték a bontást. Én láttam azt a dokumentumot, amiben úgymond az ilyen bontást előkészítik, és abban egy szó sem esik arról, hogy itt az lesz lenne, aminek ugye a eltávolítás az nagyon-nagyon szigorú szabályokhoz kötött, és kötelező a bontás előtt. Értem. Tehát itt igazából ez, ami érdekes lehet, és hogyha esetleg valamelyik kollega majd kedvet kap ehhez, akkor valamelyik későbbi műsorunkban akár ennek is érdemes utána menni, hogy ugye itt az építési terveknek utána nézni, mert talán egyszerűbb dolguk lenne önöknek is, hogyha meg lenne és igazolva lenne dokumentumok, hogy milyen anyagokat használtak föl, és akkor már eleve adott esetben, ha nem engednék oda önöket most, de mondjuk ott van a dokumentumokban, hogy azbeszt is van benne, akkor egyértelműen veszélyes hulladékként kezelnék ezeket az építési törmelékeket, és akkor nyilván az már az önök szakértelme, meg a hulladék gazdálkodóknak a szakértelme, hogy hogyan fogják ezeket megsemmisíteni. Ugye ez már egy következő lépés lenne. Igen, ez már következő, de hát ugye abban reménykedünk, hogy nem kikövettek el ekkora szarvashibát, hogy tényleg annak ellenére, hogy úgymond a laikus ligetvédők is figyelmeztetik őket, hogy az beszél, mégis minden előírással és törvényel szembe csak úgy ledozerolták az egészet, veszélyeztetve ugye emberek tömegeinek az egészségét. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk. Hát egy picit én úgy érzem, úgy hallom, hogy megkavartuk az állóvizet, de hát erről beszélnünk kell, mert a környezetvédelem az fontos, és még egyszer mondom, nem politikai. Hát meg az emberek egészsége. Meg az emberek egészsége, és nem politikai kérdés. Tehát bízunk abban, hogy ezek a szakértői vélemények, illetve ezek a beszélgetések meghallgatásra találnak. Én nagyon szépen köszönöm önnek, Simon úr, hogy ezt megosztotta velünk, és biztos, hogy itt a Civil Rádión keresztül a rádió és ön kapcsolatban fogunk maradni, hiszen nyilván figyelemmel kell követni majd a további történéseket is, és hát persze nem csak a Városligetben, hanem máshol is. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre áll. Én is köszönöm. Szép napot kívánok önnek, viszont hallásra. Kedves hallgatóinkat pedig arra buzdítom, hogy hallgassanak bennünket továbbra is. 117 perc című műsorunkban most következik egy kis programajánló, és aztán majd lesz kávészünet is, amelyet ma Cserháti Ákos fog önöknek prezentálni, mármint magát a kávét, a jegyzetet, amelyet Szászannak készített, de előtte még egy esti koncertre szeretnénk felhívni figyelmüket,
Ha már a Ligetet említettük, akkor a Liget szomszédságában, a Fővárosi Állat- és Növénykertben Csak egy nap a világ címmel ad koncertet Szalóki Ági, Karádi Katalint, Edith Piafot és Amelie Rodriguez-t idézi meg, hogy elénekelje, amit a dívák a szerelemről, a vágyakozásról, a büszkeségről, kacérságról, csalódásról és beteljesülésről tudtak. A 30-as, 40-es és 50-es évek, folytatja Szalóki Ági, aki maga küldte el ezt a programajánlót, leglüktető magyar swing slágerei, a francia chanson dallamait, dallamai két fantasztikus hangszerelő zeneszerző, Bacsó Krisztóf szaxofonos és Juhász Gábor gitárművész feldolgozásában hangzanak el az Állatkert színpadán. Közreműködik Szalóki Ági, aki énekelni fog, Bacsó Krisztóf, aki tehát szaxofonon játszik, Schreck Ferenc, aki harsonán fog játszani, ifjabb Tóth István gitáron, Cseke Gábor zongorán, Kovács Zoltán nagybőgön, Cseh Balázs dobon, és vendégművész is lesz, Korb Attila, aki pedig énekelni fog. Tehát ma este 20 óra 30 perckor a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Annyit írnak még, illetve Szalóki Ági, aki tehát küldte nekünk ezt a programajánlót, annyit ír még, hogy a jegy.hu oldalon, illetve a helyszínen válthatók jegyek erre a koncertre. Tehát mindenkit szeretettel várunk, várnak az Állatkertbe, hogyha valaki ezt a kellemes nyári estét szeretné ott befejezni. Az időjárás úgy néz ki, hogy kedvező lesz, reméljük, hogy nem jön közbe semmi, és élvezni fogjuk ezt a remek hangulatú koncertet. Tartsanak továbbra is velünk, 117 perc című műsorunk hallják továbbra is itt a Civil Rádióban. Az Oh Yeah Day a klasszikus jazz világnapja alkalmából 2016. augusztus 5-én, 6-án este 7 órától ingyenes jazzkoncertek lesznek a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A 2010-ben Itzés Tamás által alapított Oh Yeah mozgalom célja, hogy a klasszikus jazz nemzetközi ünnepévé váljon Louis Armstrong születésnapja, augusztus 4-e. Az idén Kanadából, az Egyesült Államokból, Franciaországból, Hollandiából és Ausztráliából érkeznek fellépők, hogy Óbudán szórakoztassák a közönséget, és együtt átéljék az élet igenlését jelentő Oh Yeah érzést. A koncertekre a belépés díjtalan. A férőhelyek korlátozott száma miatt érdemes a koncertek előtt fél órával megjelenni a helyszínen. Az Oh Yeah Day a klasszikus jazz világnapja alkalmából 2016. augusztus 5-én és 6-án este 7 órától ingyenes jazzkoncertek lesznek a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Thank you.
nem ölel át. Nem hiszem, nem hiszem, ég múlik el. Nem hiszem el. Innen, 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 hol az erdő volt
esett, és jöttek az ünnepek. Gondolkodtam, mit is adhatnék neked, amit csak én adhatok, amiről te is tudod, hogy igazán én vagyok. Perc. Kávészünet. Szász Anna jegyzetét Cserháti Ákos olvassa fel. Találkozás írókkal, második rész. Ezt a találkozást nem hagyhatom ki. Ám nem fér bele az előző jegyzetembe. Ami nem is baj, mert abban csak magyar íróköltők szerepeltek, kivéve Dosztojevszkit, hogy pontos legyek. Ellenben most egy Dél-Afrikában született, Ausztráliában élő, mégis az európai, pontosabban az angol nyelvű irodalomhoz tartozó íróval való találkozásomról szeretnék beszámolni. J.M. Coetzee 2003-ban kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. A környékünkön lévő antikvárium előtt már hónapok óta kint vannak ládák és bennük könyvek, darabonként 200 forintért. Ami, ha engem érdeklő könyvekről van szó, nagy kísértés. Ott találkoztam Coetzee a Barbárokra várva című regényének a modern könyvtár sorozatban megjelent 1987-es kiadású példányával. Eltelt némi idő, amíg elkezdtem olvasni. Már az első mondata is baljós történésekre utal, soha nem láttam ehhez hasonlót, két drótkeretes apró lencse takarja a szemét, a lencsék sötétek, úgy tűnik, mintha nem lennének átlátszók, ő azonban keresztül lát rajtuk. Ő, egy oldallal később tudjuk meg, jól ezredes a harmadik irodától jött, a harmadik iroda most a polgári őrség legjelentősebb részlege. És már is van valami képzetünk ezredes, sötét szemüveggel a harmadik irodából, amely a polgári őrség legjelentősebb részlege. A regény helyszíne valahol a sivataghoz közeli oázisban van, ami kezdetben erőd, majd az erőd köré épült város. Vagyis a helyszín bárhol lehet. Minden esetre egy birodalom része. A történetnek nincs határozott ideje, vagyis bármikor játszódhat. Ez a bárhol, bármikor mégsem teszi bizonytalanná a történetet, amely a város bírójának egyes szám első szemében elmondott elbeszéléséből kerekedik ki. Már jócskán benne vagyok, amikor eszembe jut, hogy hiszen nekem van egy Coetzee kötetem, egy másik regény. Megnézem a polcon, és kiderül, hogy a Barbárokra várva is megvan egy későbbi 2003-as kiadásban, és hogy annak idején elkezdtem olvasni, de abba hagytam, mert már a kezdet-kezdetén elviselhetetlenül nyomasztónak éreztem. Az idő sokat számít, hogyan is olvasunk. Most úgy olvastam, hogy itt a mindenkori diktatúra működéséről is kapunk egy rendkívül hiteles, érzékletes leírást. Az ezredes azzal kezdi tevékenységét a városban, hogy a börtönben lévő két foglyot, akiket lopással gyanúsítanak, megkínozza vagy megkínoztatja.
Azután hadjáratot indít a barbárok ellen, azzal az ürüggyel, hogy a barbárok különböző csoportjai egyesülni készülnek, és meg akarják támadni a várost. A bíró tudja, hogy ez nem igaz. A bíró szembe helyezkedik a birodalom képviselőivel. Azokkal, akik először bukkantak fel a határon a polgári őrség harmadik irodájának hivatalnokai, az állam őrangyalai, zendülések rejtett indítékainak kivizsgálói, az igazsághívei, a kínvallatás doktorai. A bíró nem akar ezekbe az ügyekbe belekeveredni, mégis belekeveredik. Magához vesz egy lányt, azok közül, akiket az ezredes foglyul ejt. Ápolja a lányt, akinek a bokáját eltörték, és aki nem lát, vele alszik, de nem szeretkezik vele. A lány egyszer elmondja, hogyan kínozták meg őket. Egy villa volt, egy kétágú villa. Apró gombok tompították az ágak hegyét. Tűzbe tették, amíg forró nem lett, azután megérintették, megégették vele a bőrt. Láttam az égési nyomokat az embereken. Engem nem égettek meg. Azt mondták, kiégetik a szemem, de nem tették meg. Az egyik férfi közelített a villával, és kényszerített, hogy nézzem. Nyitva tartották a szemhéjamat, de nem volt mit elmondanom. Ennyi az egész. Azóta nem látok tisztán. Bármire ránézek, középen egy folt van. Csak a széleket látom. A bírót az elbeszélés folyamán börtönbe vetik. Ott éli meg jó ezredes újabb diadalát, egy tucat barbár fogolyjal tér meg. A város központi terén a különös kegyetlenséggel egymáshoz fűzött rabokat letérdeltetik, a kínzásnak egy újabb módozatával szembesítik a város lakóit. A bíró kiszökik a börtönből, és amikor a már megkínzott foglyokra az ezredes egy óriási kalapácsot emel, kiszakad a torkából, ne! És elmondja azt a vádbeszédet, amit a pillanat sugal, miközben őt magát is verik, bántalmazzák. Maga megalázza, lealjasítja ezeket az embereket. Ne így! Egy vadállat ellen sem lehet kalapácsot használni. Figyeljenek ide! Mi vagyunk a teremtés nagy csodái, de ez a csodálatos test némely csapásból nem tud kigyógyulni. Miért? Nézzék ezeket az embereket! Emberek! A megaláztatást, a kegyetlen kínzást a bíró sem kerüli el. Amikor a kínzói elhagyni készülnek a várost, az ezredes helyettesének, a helyőrség vezetésével megbízott altisztnek, főkínzójának kérdéseket tesz föl. Olyan kérdéseket, amelyeket mi is föltennénk a hatalommal visszaélőknek. Bocsásson meg, ha a kérdés arcátlannak tűnik, de fel kell tennem. Hogyan tud enni azok után? Azok után, hogy a munkáját végezte. Mindig ez a kérdés foglalkoztatott, amikor a kínvallatókra és a hozzájuk hasonlókra gondoltam. Nem esik nehezére ételhez nyúlni azok után. Úgy képzeltem, hogy az ember ilyenkor kezet mos. Nem lehet azonban elég az átlagos mosakodás, papi körbenjárása, megtisztulási ceremóniára is szükség van. Nem gondolja? Különben hogy lehet visszatérni a hétköznapi életbe? Asztalhoz ülni például, és kenyeret törni a családtagokkal vagy a bajtársakkal. Ne értsen félre, én csak próbálom megérteni. Próbálom elképzelni, hogyan lélegzik, eszik és él nap mint nap. De nem tudom, ez zavar engem. A maga helyében azt gondolom magamban, a kezemet én olyan piszkosnak érezném, hogy ki sem bírnám. A kínzók eltávoznak, a városban helyreáll a rend, a bíró visszatér az otthonába, a munkahelyére, a régi, megszokott foglalatosságaihoz. De valami megváltozott. A bíró a regény befejező mondatai szerint ostobán érzem magam, mint aki rég tudja, hogy eltévedt, de csak tör előre, küszködve egy olyan úton, amely meg lehet, sehova sem vezet. Hát ez nem kifejezetten optimista befejezés. Utóirat. Eszterházi Péter 2016. július 14-én csütörtökön meghalt. A család és a Magvető kiadó közleménye szerint délután halt meg. Kórházban-e vagy otthon, azt nem közölték. Szűk a mesdje élet és halál között, ez szemtanúként a több mint fél évszázadig társam eltávozásakor tapasztaltam meg. Az egyik pillanatban még élő, lélegző, meleg emberi test, a másikban megszűnik lélegezni. A létfontosságú szervek megszűnnek működni,
Aki ott fekszik, már csak kadáver, már csak egy egykori élő porhüvelye. Eszterházy Péter, erről két héttel korábbi jegyzetemben írtam, több volt, mint a jelenkori magyar és közép-európai irodalom egyik legjelentősebb írója. Szinte minden létező hazai és nemzetközi díjat elnyert. Írásaiban és közszerepléseiben az életszeretet és a megalkuvás nélküli morál együttesen nyilatkozik meg. Arisztokrata családból származott, de ő nem tartotta magát arisztokratának, mert az arisztokrácia Magyarországon megszűnt, civil volt és republikánus. Nem csak az írásaiért szerették, szerettük. Kivételes népszerűsége, lénye egészének, férfiúi bájának, a kimondott, leírt szavai súlyának, a szavakban foglaltak iránti felelősség tudatának köszönhető. Országszerte gyászolják, gyászoljuk. Ám az olvasók százai vettek részt a Petőfi Irodalmi Múzeum péntek éjszakai Eszterházy virrasztáson. Eszterházy Péter művei, a vele folytatott interjúk, videói pedig itt maradnak nekünk. Szász Anna jegyzetét Cserháti Ákos olvasta fel. Kedves hallgatóink, már csak arra van időm, mindössze egy percem, hogy megköszönjem kitüntető figyelmüket. Én Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm a munkáját és a segítségét és a kitartását Petik András hangmérnök barátunknak, kollégánknak. 117 perc című műsorunkban itt volt velünk Gazda István, a hétembere, aztán itt volt velünk dr. Szél Pál Tamás, az Ötpróbarióba a projektvezetője, itt volt velünk Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyagszakértője, itt volt velünk Szász Anna jegyzetével Cserháti Ákos, és remek zenék, és itt volt még Bornai Tibor is a reggelből, aki Somol Tamásra emlékezett, és persze maga Somol Tamás is itt volt, és itt maradt velünk a képzeletünkben, az emlékeinkben. Hangkép Csarnok című rockzenei műsorunk ismétlése következik, illetve akik éjszaka hallgatják a Civil Rádiót, a Dalok galoppadásának ismétlését hallhatják Pirjánszky Emillel. Holnap is lesz 117 perc, tartsanak velünk akkor is. Hallgassák továbbra is a Civil Rádiót, bátorság, a civilek hangja, a Civil Rádió, a 98-on és a civilradio.hu címen. A viszont hallásra! Majd más lesz, olyan szépen játszottál. Nem szabad, hogy fájjon, minden fontosat tudunk. Ennyi volt most vége, néha majd találkozunk. Lesz majd más, ki újra megpróbálja. Talán más, ki izgatottan várja. Más, ki boldogan csinálja. Talán leszünk majd rajta néhány pillanat, és minden megy tovább, és nem sokáig bánt, majd jön helyetted más. Szokatlan, furcsa változás, de ha ismerős lesz már, akkor senki nem gondol majd többé rád. Újra kezdjük.